Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a Skorpión jegyében születetteknél? Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Ez egy általános orákel, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például február hónapra. A díjam 3500 forint. Ehhez a kirakáshoz szeretnék asztrológiailag valamit mondani. Kétú, a lefele mozgó kármikus csomó utal a múltra és az érzelmekre. Mivel itt kármikus témákról van szó, az jelentheti mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. Ez a lefele mozgó kármikus csomó jelenleg a Skorpión jegyében van, tehát a Skorpión jegyében születetteknél most kármikus témák vannak. Február 1-e új hold. Az azt jelenti, légy visszahúzódó, meditálj valami felett, itt célokról van szó, elgondolkozni azon, hogy tudnád elérni a céljaidat. Február 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit. Mi a központi téma, vagy ki áll jelenleg a középpontban. Február 3-án Merkur bolygó megáll, utána előre halad. Ezen a napon megállnak ugyan az események, de utána lesz mozgás. Február 4-én a nap és Szaturnusz bolygó együtt hat. A nap megvilágít valamit, Szaturnusz bolygó utalhat még korlátozásokra, de azt is jelentheti, hogy kihat a sorsunkra, a nap megvilágítja ezt a sors utat. És most megnézzük a kártyákat. Itt ezen a képen látható az ostor. Az ostoroz téged. Vagy te saját magadat, hiszen vannak félelmek, bizonytalanságok, ez nem tesz jót neked, vagy ez egy külső hatás, és valaki megpróbál téged megbántani. Ha megnézem itt a kártyákat, akkor én azt mondanám, hogy ez nem egy új dolog, hanem ez megtörtént a múltban, és megvannak ezek a fájdalmas emlékek, különösen, amit az ősz folyamán átéltél a múlt évben. Itt voltak nehézségek, hiszen ez a hegy erre utal. És az ostor alatt itt van ez az élet szakasz a kövekkel, ami szintén a nehézségeket mutatja. Ez rabolja az élet erődet. Légy kicsit óvatos, hiszen itt, ebben a környezetben megjelenik a ravasz róka, az jelentheti azt, hogy valaki figyel téged, rossz indulatú, vagy becsap téged, fájdalmat akar okozni, és itt vannak ezek a nehézségek, ezek a problémák. Február hónapban ez megoldódik, hiszen itt ez a kártya utal a változásokra. Itt látható a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. És ez a fa utalhat gyógyulásra, hiszen szimbolizálja a gyógyító erőt, vagy egészségügyi témákat. De itt lesz változás, és a gyerekek szimbolizálnak egy új kezdetet. A napsugár jelenti itt a sikereket, az életerőt. Mivel ebben a sorban megjelennek a könyvek, ez utalhat tudásra vagy tanulásra is.
Lehet, hogy te tervezel valamit, és élni akarod a hivatásodat, és ez összefüggésben áll ezzel a gyógyító szakmával, ezzel a gyógyító erővel, vagy ez lehet egy spirituális terület is, hiszen a csillagképek jelenthetik az asztrológiát, kártyavetést, a spirituális dolgokat, és itt a nap az energiai munkát, a ház pedig jelenti nem csak az otthonodat és a rokonokat, ahol itt a szerencse megjelenik, hanem ez jelentheti azt is, hogy te szeretnél itt kiépíteni valamit. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, ha egy férfi vagy, akkor itt vagy látható, de a hölgyeknél jelentheti ez a férfi a lelki társat is. Visszatérve itt ezekre a kártyákra, itt voltak problémák, nehézségek, hamisságok, ez most megváltozik. Ez a lovas férfi utalhat egy férfire, aki közeledik hozzád, de jelenti a mozgást is. Ez lehet sport, vagy autó, de arra is utalhat, hogy most így előre mennek az események, itt vannak a változások, egy új kezdet, és ez kihat a sors utatokra, jelenti ez a kereszt. Amikor a sors utak kereszteződnek, vagy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, jelen pillanatban meghozni ezeket a döntéseket nem könnyű, hiszen itt látható ez a felhő. A felhő összefüggésben áll vele, de veled is. Tehát mindkettőtökre kihat. Ahol a felhő megjelenik, ott be van borulva valami, tehát valami nem látható. Utal arra, hogy itt valami még átláthatatlan, tehát időre van szükség, amire indítatok egy új kezdetet, akkor is, ha februárban már tervezitek ezt. Ez a felhő egy időkártya, és fél évre utal. Fél éven belül kisüt itt a nap, és meg lesznek a sikerek. A könyvek itt arra is utalhatnak, hogy vagy találtok egy könyvet, ami értékes számotokra, vagy tanultok valamit, amit még jelenthet, hogy írtok egy könyvet, és ez megjelenik, itt van a siker, és a nap utal akkor a nyilvánosságra. Itt a férfi mellett ott van a torony. Ennek több jelentése van. Vagy vannak félelmei, és úgy fogva érzi magát ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keres egy megoldást, keres egy kiutat. Ez kihat az ő érzelmeire, hiszen itt a hold szimbolizálja az érzelmeket. De jelenti az anyai érzelmeket is, vagy az anyukáját, és itt kettőjük között megvan ez a torony, ez olyan, mint egy fal, tehát nincs most olyan kapcsolat köztük, ami kellemes lenne. Ez a torony jelenthet egy hivatalos ügyet is, vagy egy bírósági ügyet. De ezen a területen itt még valami átláthatatlan, erre utal a felhő, és a könyvek be vannak csukva, tehát nem látjuk azt, hogy mi áll benne, és ez jelentheti a titkokat, vagy hogy valaki eltitkol előletek valamit. A férfi feje fölött itt vannak a könyvek, azok utalnak az ő gondolataira. Ő úgy érzi, valaki eltitkol előle valamit, vagy tervezi azt, hogy egy könyvet ír, vagy tanulni akar valamit. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. És itt megjelenik a lelki társad,
és a könyvek. Az jelentheti azt, hogy te értékeled őt a tudása miatt, a tehetsége miatt, vagy szeretnétek együtt valamit kialakítani, például egy iskolázást, vagy egy könyvnek a megírását, mert így szeretnétek ezt a tudást továbbadni másoknak, ez lehet a ti hivatásotok is. Itt, ezen a képen látható a koporsó. Ennek a kártyának is több jelentése van, mert a koporsó le tud zárni valamit. Ezeket a fájdalmas emlékeket, a köveket az élet úton, azon kívül a problémákat, a nehézségeket, a fáradtságot, ezt a kimerültséget lezárja a koporsó. Amit a koporsó még jelent, valami régi témákat, mint például egy régi barátság, hiszen a kutya utal barátságokra. Akkor azt jelenteni, egy régi barátság visszatér, itt látható a virágcsokor, egy kellemes meglepetés, a gyűrűk utalhatnak erre a kapcsolatra, és itt látható a levél, tehát egy hír. Különösen nálad, ha egy hölgy vagy, mert te állsz ezekkel a kártyákkal összefüggésben. Itt ez a horgony jelenti a munkát és a hivatást. Mellette ott látható a levél, ami lehet egy szerződés vagy dokumentum. Egy munkahelyi ajánlat, szerződések, munkahelyi változások. Itt van a kulcs a kutya mellett, és az azt jelenti, hogy légy magabiztos, vagy a barátok által nyílik itt egy új lehetőség. Ez a kártya, a koporsó azt is jelentheti, hogy eddig nem mentek előre az események, minden úgy megállt, nem történt semmi, de itt van a koporsó mellett ez a kártya, az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát ezt az időszakot az egerek eltávolítják. Fontos az, hogy vetkezed be ezt a kulcsot, és légy magabiztos. Hamarosan jön ez a könnyűség, hiszen ez a kártya szimbolizálja a levegő elemét, a kommunikációt is. Az olyan váratlanul történik, olyan hirtelen, mint ahogy ez a kasza itt jelenti. Ami a jövőt illeti, itt van ez az életút, ez másképp néz ki, mint itt látható, ami a múltra utal. A jövőben itt kivirágzik valami, és ez a kapu kinyílik, ez adja a lehetőségeket. Lehet, hogy eltart tavaszig, de itt folyamodnak az események, itt kitisztul valami. Amit ez a kártya még jelent, a lilium, az utal a szexuális témákra is, és itt így megvan köztetek ez a kapcsolat. Akkor is, ha a könyvek zárkózottságra utalnak, mégis megvan ez a testi kapcsolat, ez a testi vonzalom kettőtök között. Nem csak ezek a szexuális témák jelennek itt meg, hanem itt van mellette a szív, tehát a szerelem, ez egy szerelmi kapcsolat. Ahol még szerencse van, és folyamodik, valami előre halad, azt jelentik itt a halak, és azok utalnak az anyagiakra. Ez a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, így kettőtök között, de ez a kígyó jelenthet egy hölgyet is. Ha te egy nő vagy, akkor itt van egy kapcsolat ezzel a hölgyel külföldről, és itt lesz egy hír. Ez a nő segít neked. Ő is kapcsolatban van ezzel a kártyával, de ami kettőjüket illeti, itt anyagiakról van szó, és a nap
mutatja azt, hogy itt sikerek vannak. Ez lehet egy kereskedelmi kapcsolat, és ez a hajó jelenti a külföldi kapcsolatokat, utazásokat. De ez lehet egy belső út is, egy spirituális terület, és ez a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, ez pénzt hoz a házhoz. Tehát most összefoglalnám, volt valami a múltba, ami megbántott, megsértett téged. Februárban változnak a dolgok, itt vannak az újdonságok, a siker és egy spirituális terület. Szerencse az otthonodat, a családodat illetően. A nehézségek, ez a fáradtság, a hamisság elmúlik, itt előre mennek a dolgok, ez kihat a sors utatokra. A változásokról, döntésekről van szó, február még túl korai, hiszen itt még valami átláthatatlan. Ő még zárkózott, kicsit fogva érzi magát, de ez megváltozik, hiszen megvannak itt az érzelmek, a kapcsolat kettőtök között, a testi kapcsolat, a szerelem is. Ő szeretné rendezni az anyagiakat, keres valami kereskedelmi kapcsolatot, vagy kapcsolatokat, ami kihat az anyagi helyzetre. Itt visszatér egy régi barátság, és lesznek változások a munkát, a hivatást illetően. Légy magabiztos, a nehézségek elmúlnak, itt meg lesz a könnyűség, itt a jövő, a lehetőségek, itt kitisztul valami a szerelmi élet területén és az anyagiakat illetően is. Ez volt a havi jóslásom, én kívánok neked egy szép napot és egy szép február hónapot, nagyon sok szeretettel, Denderám!